Több napos, változatos programsorozattal készül Magyar Kanizsa a község napjára. A hivatalos program október 20-án zajlik, de az előtt és azt követően is lesznek kulturális rendezvények az ünnep jegyében. Már október 17-én szombaton az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület 20 éves fennállását ünnepelhetik a színházban a kultúra iránt érdeklődők. Másnap, vasárnap a Művészetek Házában népzenei koncert lesz Kárpát-medencei magyarok zenéje címmel, melynek keretében a zene szárnyán találkozik a Kárpát-medencei magyarság és a nemzetiségek. Mint minden évben, önkormányzatunk idén is október 19-én hétfőn megemlékezést tart az Oromhegyesi Csákóhalmon, ahol az emlékhelyen elhelyezésre kerül egy újabb márványtábra. Idén a 11. századra fogunk megemlékezni, az a dátum, amelyik ezen a márványtáblán fog szerepelni, az pedig az 1093-as év. Ebben az évben említették meg először városunkat Knesza néven. Ugyanezen a napon este 6-kor nyílik a Városháza előcsarnokában Pósa Károly grafikáinak kiállítása is. Míg október 20-án a protokolláris programok után, mint amilyen a község nyilvános elismeréseinek átadása és a halásztéri koszorúzás, sor kerül Szagmeister Pécs Laura kiállítására a Dobó Tihamér képtárban. Majd pedig ezt követi a községnapi főrendezvény úgymond egyik fő programja, ez pedig nem más, mint a Budapesti Vidám Színpad előadása, amelynek címe a Szerelmes Nagykövet. El kell mondanunk, hogy erre az előadásra a jegyek rendkívül gyorsan elfogytak, és mivel színháztermünk mindössze 320 férőhelyes, sokan lemaradhattak erről, vagy le fognak maradni erről a színházi előadásról, ami részben egy sajnálatos tény, másrészt pedig igazolása annak, hogy a magyar kanizsai polgárok mennyire kifinomult kulturális ízléssel rendelkeznek, és mennyire igényelnek egy minőségi szórakozást. De úgy érzem, hogy ez a tény magában hordoz egy üzenetet is a Művészetek Háza felé, mégpedig azt, hogy az elkövetkezőben egyre több ilyen rendezvényt kell szervezniük, hiszen nagy igény mutatkozik rá, és önöknek ígérhetem, hogy alpolgármesterként önkormányzatunk nem csak kezdeményezője lesz az ilyen színházi előadások megtartásának, hanem támogatója is és partnere is lesz a Knesszának ebben. A programsorozat egyik kísérő rendezvényeként a Városháza előtti kis parkban mezőgazdasági kiállítás és kézműves vásár várja a látogatókat. Megtalálhatók lesznek a magyar kanizsai kosár és a helyi termelők portékája, valamint a községi kézművesek munkájai. Ezt a vásárt 19-én és 20-án látogathatják az érdeklődők 14 és 18 óra között. A község napja tiszteletére szervezett programsorozat október 21-én szerdán a Pap György emlékkonferenciával zárul. A szervezőbizottság minden községbeli polgárt és látogatót örömmel vár az idei községnapi rendezvényekre.